a Jóisten segítségével és az anyag segítségével, mert ezeket a képeket nem is én csinálom, hanem ők. Tiszteltem, Gyuri bácsi! Igen, és már szerveztem is. Üdvözöllek. Tiszteltem, Gyuri bácsi! Hát kérlek szépen, ez a mini kamera. Igen, ez, igen. Hát csuda. Fáradt. Köszönöm szépen. Az ománc képek öntését kezdtem el reggel úgy 8 óra körül. Azzal kezdődik, hogy a jó minőségű ománc festéket előkészítem, amely körülbelül egy óra hosszát vesz igénybe, ahogy az asztalon is látszik, 8-10 szín festékdoboz van, amelyeket folyamatosan használok, kincstári rendbe sorolva őket. Hát most akkor elkezdjük egy új kiskép festését, az elejétől kezdve. És hát az újságpapírnak is nagyon nagy szerepe, haszna van, mert ezzel tudom az asztalt, környezetet meghúzni. Mert azt szeretem, hogyha mindig rend és tisztaság van a környezetemben, különben nem lehet rendes, szép, jó munkát végezni. Hát akkor kezdjük most az elején a zománc képek öntését. Egy nagyobb üvegbe szoktam a szürke színt kikeverni, természetesen fehérből és feketéből, és a kép felső részébe történik ennek az öntése. E fölé jön egy kis adag világos kék, ami az ég színét idézi, és majd a felhő kialakítását is megláthatjuk. Most megint egy érdekes mozzanat, a lemezt, ami egyszerű fehér faros lemez jelen esetben, megbillentve a festék folyik, és a kép felső általában kétharmad részét töltöm meg ezzel a szürke és világos kék festékkel, ami fölösleges, azt vissza tudjuk rakni az üvegbe a többihez, és így egyszer ez a felület már kész. Most megint jön egy érdekes mozzanat. Bele kell fújni a festékbe, hogy a szürke és a világos kék megfelelő módon egymásba olvadjon. Ezután megint egy mindegyik mozzanat érdekes, hiszen ezt más nem nagyon csinálja, én magam találtam ki több mint 50 évvel ezelőtt, Fischer Ernő tanár úr főiskolai kiváló képzőművészünk útmutatása alapján. Hát most jön a fehér szín. Bal felső sarokba való játszása, és ez megint érdekes. Sokan ismerőseim kérdezték, hogy hogyan, miként csinálom ezeket a képeket, hogy szívesen jönnének megnézni. Hát így már nagyon sokan megnézhetik, megláthatják majd. Így a kék, szürke és a fehér egymásba játszik,
És így nagyon érdekes lesz az, hogy a bal alsó sarok felé áramlik a festék, és milyen képet ad közben, ahogy játszik a faktúra, ahogy kialakul. Hát egy sötétebb szürke felületrész van, ami a felhőket fogja adni, mert hogyha ezt letesszük, és belefújok megint, akkor egy felhővonulat jelentkezik. Itt egy festék szemcse maradt a felületen, ami számomra nem kívánatos dolgot ad. Ezt megpróbáljuk kiemelni, hogyha nem sikerül, az sem tragédia, mert majd úgyis a hegyvonulat oda megy, de szoktam úgyis, hogy fújással játszom el. De tovább nem bántjuk ezt a részt, mert a felhők kialakultak. Hát akkor most egy másik kompozíciót csinálunk. Az előző az középen csúcsosodott, itt pedig a jobb felső sarokból indítjuk ezt a hegyvonulatot. Mert ez tulajdonképpen egy hegyvonulat lesz, színekből, formákból kialakítva, a Jóisten segítségével és az anyag segítségével, mert ezeket a képeket nem is én csinálom, hanem ők. Én csak segédmunkás vagyok hozzájuk képest. És hát akkor most jön az okker. Így alakult ki az utóbbi években, hogy tájképszerű alkotások szülessenek, amelyeket főleg a kisgyerekek, felnőttek egyaránt fel tudnak első szempillantásra is dolgozni, érzékelni. És az okker és a zöld után egy csepp narancs, mondjuk ez lehet két csepp is, mert a piros az az, ami csak tényleg egy cseppet enged. És ezután jön a piros. Megfelelően kell hígítani a festéket, sem túl sűrű, sem túl híg nem lehet, mert ebben az alkotási formában lényeges, hogy a festék azonos sűrűséggel majd a különböző színek egymásba tudjanak folyni. Hát a kék az az alsó felületekre szokott kerülni. És most jön az egy csepp sárga. A sárgából megint csak szigorúan egy cseppet szabad tenni, mert intenzív, és ha sokat teszünk, akkor nagyon elszeszélyessé teszi a képet. És így már látszik is, hogy a sárga szín kis részben, de átfogja a képet. Most történik az, hogy két felső sarkot megfogva balra áramoltatjuk a festéket. Ez az, amit kétszer soha nem lehet ugyanúgy csinálni. A természet, az anyag, a Jóisten nem adja. Ez mindig a maga öntörvénye szerint folyik, áramlik. És természetesen ezek a képek akár ezer számra is azonos jellegűek, de két egyforma soha nincs. Ami itt üresen maradt, oda teszünk egy kis festéket, hogy az egész felület egynemű és nagyon szépen megjátszható legyen. Még ezt a jobb alsó sarkot is kidolgoztuk, hogy
a kép egésze szakmailag, esztétikailag hibátlan legyen, ebben a félkész fázisában is. Érdekes módon itt megjelent egy kicsike, egy négyzetmilliméteres festék karika, ami nem kívánatos oda, mert miért legyen az ott. A spaklinak a hegyével eljátsszuk, és már ez az egész kép jó, és sokszor van úgy, hogy a bal felső rész felé szükséges a festéket áramoltatni a fújással, de van úgy néha, amikor a képet ebben a fázisban is így lehet hagyni, de most ezt nem hagyjuk úgy, mert itt van egy rész, ami nem tetszik a szememnek, és azt el fogjuk tüntetni. Kialakult egy érdekes, szeszélyes hegyvonulat, amit majd úgy hagyunk, mert a természetben is millió forma létezik. Érdekes módon ezeken a képeimen 99%-ban hegyek, völgyek, hegyormok, havas háttérrel jelennek meg, pedig én az Alföldet szeretem Petőfivel együtt, mert Hajdúszoboszlón születtem, Gyulán élek 51 néhány éve, és hát ezért ez a táj, az Alföld van a szívemben. Hát körülbelül jó 5 perc alatt a kisképnek az alapja elkészült.